köszönöm, hogy ilyen szép számmal elfáradtak a megnyitó előadásra. Kicsit így. Hát rendhagyó a téma, ugye megjelent a könyv is időre. Most, hogyha gonosz lennék, akkor a következőt csinálnám, hogy így elkezdeném felolvasni a leleteket darabonként. Tehát, hogy mit tudom, ilyen első Konstantinosz, egy darab, ilyen meg ilyen típus, hogy kitöltsük az időt, de szerintem ettől meg kimérhetjük egymást, úgyhogy inkább egy kicsit a hátterét a kötetnek, illetve a benne szereplő anyagot szeretném bemutatni. Elsőként szeretném megköszönni én is a távozó Bánidi Lászlónak, hogy támogatta, és az önkormányzatnak, hogy támogatták a kiadványt, Csóka Ferenc úrnak, valamint Martin Opicki adónak, hogy állandóan a segítségemre voltak, és létrejöhetett így a munka. Esztergom egy sajátos helyzetű település a Kárpát-medencében, ugyanis egyrészt a vaskortól kezdve központi funkciója volt, kisebb nagyobb megszakításokkal egészen a késő középkorig, kora újkorig. Ugye egyrészt a Magyar Királyság, tehát a romjaknak volt itt tábora, akkor utána a Magyar Királyság szülőhelye volt, úgyis mondhatnánk, majd pedig a Magyar Egyháznak volt a Magyar Katolikus Egyháznak volt a központja egészen közel egy 15 évvel ezelőttig, amikor is az esztergomi érsek Budapestre költözött. Viszont numizmatikai szempontból mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ugye a pénzverde, a középkori magyar állam pénzverdei az Árpád-korban itt jött létre, itt szervezték meg, itt működött. Pontosan hol, ugye ez viták tárgya, egyes vélemények szerint itt a Szenepalotában, közelben, más vélemények szerint máshol, Várban. Újabb vélemény volt, hogy a vasútállomásnál található Kovácsi faluban működött. Hát ezt is csak ugye majd a régészeti kutatások tisztázhatják, illetve egy szerencsés véletlen talán, hogyha előkerülnek azok az eszközök, amelyekkel ugye a pénzverést folytatták. Mindenesetre a rendelkezésükre álló források alapján a 13. századig folyt itt pénzverés, és akkor költözhetett valószínűleg Budára. De hogy pénzt később is itt próbálgattak gyártani, arra is azért van bizonyítékunk. Az esztergomi várnak az ásatása során az 1930-as években egy ferrarai éremnek, egy grossettónak a öntő mintája került elő, ennek a rajza látható itt len. Nem lehet látni, de nem a lézer, elnézést. Tehát ez itt a várba jött elő, és ennek a rajzát láthatják itt, ezt Huszár Lajos publikálta, tehát valószínűleg ilyen kisebb melléképpenként működhetett valami hamisítás a várban, tehát hogy aztán erről az akkori érsek tudott-e, vagy támogatta-e, vagy erről sajnos nem állnak rendelkezésünk írásbeli adatok. Minden esetre számolhatunk egészen a 15. század végéig azzal, hogy többé-kevésbé működhetett valami pénzelőállítás a területen. A könyvbe én elsősorban a vaskortól 1711-ig vettem fel a ismert éremleleteket, tehát azok a források, amelyekből ez a könyv létrejött, a levéltári adatok, itt több hagyaték, tehát Rommel Floris hagyatékai jegyzetei, Hampel József hagyatékai jegyzetei, a Magyar Nemzeti Múzeum Érem és Régiségtárának iratanyaga, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának és Régiségtárának a leltári adatai, illetve a helyi múzeumban őrzött és elérhető éremanyagnak a felvétele volt. Arra törekedtünk, hát ez több-kevesebb sikerrel meg is történt. Sajnos a korai gyűjtemények, tehát azok a 19. század végén létrehozott egyleti majd múzeumi anyag, illetve a Simor gyűjtemény, hát a II. Világháború pusztításának estek nagyobb részt áldozatul, úgyhogy ennek pótlását, kiegészítését a helyi sajtó, illetve a különféle jelentésekbe található adatokkal igyekeztünk pótolni. Számos fontos adat található, hogy például 1926-ban folytatott csatornázási munkák során előkerült éremleletekről. Ha valaki a helyi sajtót, az Esztergom, Esztergom és Vidék és egyéb helyi lapokat végigolvassa, akkor ezek az adatok előkerülnek, illetve hát kihasználhatóak.
és hát ezekhez kapcsolatban sikerült éremlistákat találni, jegyzékeket, illetve hát feljegyzéseket, sajnos az érmeket a legnagyobb részben nem. Ugye hát 45-ben akkor elég sok mindentől megszabadították a érseki gyűjteményt, illetve hát a helyi múzeumot, felszabadító szovjet csapatok, illetve hát a múzeumbarátok köre mondhatnánk azt is, akik ebből hozták létre a saját kis gyűjteményeiket, illetve adtak el. Mindenesetre a rendelkezésünkre álló források is lehetővé tették, hogy egy bizonyos képet kapjunk az itt előforduló leletekről, viszont ami ebbe a kötetben van, az az, ami elveszett. Tehát nem most, nem 20. században, hanem ami akkor veszett el, illetve akkor dugtak el. Tehát ez az akkori éremforgalomnak egy bizonyos százaléka csak, hiszen ugye batyogtak az úriemberek és hölgyek az utcán, kiesett a zsebükből a pénz, vagy fejbe vágták őket, elvesztették a érembatyújukat, vagy jöttek a tatárok, el kell gyorsan dugni a vagyonkájukat, elrejtették, és hát a tatárjárás, hát volt egy ilyen mondás a történészeknél, hogy inkább két pest is, mint egy tatárjárás, tehát ez is jellemzi azt a pusztítást, amit okozott ugye a Magyar Királyság területén, illetve Közép-Európában, és hát ezt külön lelethorizontok jelzik. Esztergomból is több ilyen leletről van tudomásunk, nagyobb részt ezek frizaki érmekből álltak. Tehát ezek, amik ugye rendelkezésünkre állnak, illetve vannak a nagy rejtélyek, tehát ilyen például az a tallérlelet, ami ékszerekkel együtt került elő a Szamárhegyen, itt fenn. Több mint 700 darab tallérból, három török aranyból, gyűrűkből, különféle ékszerekből állt. És ugye az a nagy kérdés, hogy ezt vajon ki rejtette el. Tehát ez mindig egy ilyen rejtély a kutató számára, hogy esetleg, azt tudjuk, hogy a 15 éves háború idején rejtik el, csak az a nagy kérdés, hogy ki. Egy ostromló katona volt, tehát aki részt vett a város ostromába, hát a összegyűjtött kis zsoldocskáját, meg hát a rablott holmit, azt elrejtette, az ostrom belesett, meghalt, nem tudta begyűjteni, vagy esetleg még azt se zárhatjuk ki, hogy egy török katona volt, aki hát szintén hát különféle rablóhadjáratok során gyűjtötte össze a tallérokat, és hát ebbe az irányba mutathat esetleg az a három török arany, ami a lelethez tartozott, meg hát a benne talált ékszerek, tehát amit össze tudott rabolni, zsákmányolni, azt a vagyonát rejtette el esetleg ott, és hát ugye a 15 éves háborúnak egyik sikere volt, hogy az esztergomi várat sikerült a keresztény csapatoknak megbevenniük és megszerezniük, úgyhogy valószínűleg a török katona nem tudta ezt elhozni. De hát ezek a rejtélyek ugye a kutatásban, tehát többféle lehetőséget lehet így mérlegelni. Mindenesetre a rendelkezésünkre álló források elég komoly múltra tekintenek vissza, hogy itt nem számoljuk a 16. századi ostrom során elrejtett egyházi ékszereket, amiket ugye a Lőrinc templomnál dugtak el, és amiről ugye vannak forrásaink, hogy Ferdinánd király engedélyezi a lakosoknak, hogy visszajöjjenek és ezeket kimenekítsék, majd pedig értékesítsék. Akkor az első forrás, ami az éremletekre vonatkozik, kincsletekre, az a vár 1763-ban megkezdett átalakítása, sajnál előkerült leletekből származik. Tehát tudni kell, hogy az esztergomi várat a kuruszkor után is katonai támaszpontként használták a Habsburgok. Kétségtelen ennek megvoltak a maga okai, ugye egyrészt a kiváló stratégiai helyzet, másrészt pedig hát a két frontos háborútól való félelem, ugye a török meg a porosz két ellenség közötti pozíció. Később ezt a szerepet aztán majd a komáromi vár tölti be, azt építik ki, azt erődítik meg úgy meg, hogy a legkomolyabb egyik hadászati támaszpontja legyen ugye a monarchiának, vagy a legkomolyabbak egyike. Esetre esztergomi vár esetében azonban volt egy jelentős ellenfele a katonaságnak, és ez pedig az esztergomi érsek, aki hát nem nyugodott abba bele, hogy az ő központját katonák használják, és addig járt Mária Terézia nyakára, amíg Mária Terézia megunta és beleegyezett abba, hogy visszakapja az érsek a várat, a vár területét, a katonaság kiürítette. Hát ugye visszakerült az érsekhez, mi az első, építsünk egy templomot.
egy barokk székesegyházat. És ennek az építési munkálata is olyan 1763-ban kerültek elő az első leletek, egyből aranyérmek, 5. századi második Theodosius, valószínűleg második Theodosius aranyak, amikből hát az érsek arany kelyhet készítetett a székesegyház számára, illetve hát más római éremkincsek is jöttek elő, melyekről szerencsére az építésvezető ügyintéző listát készített, ez az egyházi levéltárban megtalálható, Bakos Miklós professzor úr tette ezeket közzé. Majd pedig a későbbiekben is, amikor ugye a várba építkezéseket folytattak, ugye az érseknek állandó, különféle esztergomi érsekeknek állandó terve volt, hogy a magyar Rómát hozzák létre az esztergomi várhegyen, ennek érdekében pedig hát komoly építkezéseket folytattak, amelynek részeredményét lehet most látni a bazilika, illetve a kanonok sor kialakításában. Hát természetesen, hogyha az egész kiépült volna, akkor ma nem lenne viszont a Árpád-kori vár, tehát nem lenne ugye vitéstúdió, és sorolhatnánk, hogy miről maradt volna le a magyar művészet történet és régészeti kutatás. De így is a hegynek a jelentős részét ugye közel 70 év alatt ugye elhordják, köztük a Szent Adalbert székesegyházat is, illetve hát ezeknél a földmunkáknál az 1820-as évekbe kerülnek elő aztán leletek, köztük érmek is. Úgyhogy itt lehet látni, hogy itt is 5. századi aranyakról van szó, ugye egy második Theodosius és egy Honorius Solidusról, amely köszönhetően Matesnek, aki akkor irányította szintén az építkezéseket, megörökítésre került egy hasonló könyvecskébe, mint amit én hoztam létre, csak ő ezt az esztergomi várról írta, illetve az ott előkerült különféle leletekről. Látható például különféle kőtöredékek, római sírfeliratok, de hát minket elsősorban az érmek érdekelnek, amelyekkel kapcsolatban Mátes azt is megjegyzi, hogy ezek nagy része sírokból származik, tehát sír mellékletként került elő. Ezt követően aztán 1830-as években is folytatódnak az átalakítási munkák, amelyek során a mai feljáró részt töltik fel a bazilikához vezető rámpát, és 1839-ben ott kerülnek elő érmek, ezekről egy edzéket Rommel Flór is készít az 1860-as évek elején, amikor Esztergomban jár, illetve akkor vesz fel egy ilyen skiccet, amin különféle éremleletek, ugye esztergomiak, kőhídgyarmati, ez ma Szlovákiában található településen előkerült római érmek, kerültek feljegyzésre. És itt tesz említést Fleischmann Jenőről, aki az esztergomi Bencés gimnáziumnak volt a tanára. Azt azért érdemes tudni, hogy 1850-es évek elejével, mint számos más gimnázium esetében, így az esztergomi Bencés gimnáziumban is létrehozzák a szertárakat. Ezekben a szertárokban a természettudományi, botanikai, közlettani leleteket gyűjtik, de ahol lehetőség van rá, ott igyekeznek létrehozni éremtárat, régészeti tárat, amelyekkel ugye a feltörekvő diákoknak a érdeklődését próbálták felkelteni, illetve megfelelő módon alátámasztani a akkori latin, illetve görög oktatást, ugye hát ilyen látványtárakat hoznak létre, bemutatják az érmeket, elolvashatják a gyerekekkel, és hát így is tanulják ugye a latin nyelvet. Ennek a gimnáziumnak volt a tanára Fleischmann Jenő, akinek a gyűjteményében található ez az igen érdekes bizánci folisz, ami honfoglaláskori zsidódról került elő, ugye Esztergomban, Fleischmann Jenő tanár úrnál Esztergomban találtatott, Esztergomban zsidódi földeken. Ugye Zsidódon Molnár Erzsébet egy templomköri temetőt, egy telepet tárt fel részben, amely viszont valamivel később indul, minden esetre ez igen érdekes, hogy ott 10. század elejé leletekkel is számolni lehet. Rómer ezek mellett még egy 12. századi bizánci érmet rajzol le, illetve utal egy esztergomi frizaki éremleletre, ami egy ilyen helyes kis füles korsóba került elő. A Fleischmann Jenőhöz visszatérve annyit kell még elmondanunk, hogy ő az, aki 1871-ben Rommel Flór is, illetve hát a Hon közönségét felhívja egy esztergomi éremleletre, amely Árpádházi érmekből állt, és hát a
Esztergomba került elő, erről egy rövid revélbe számolt be, majd nem sokkal később történt ez, mint hogy előkerült a Szent Királyi nagy lelet, amely 1850-es évek végén, 60-as évek elején, amikor Csóka Ferenc is említette, hogy elkezdik Szent Királynak az átalakítását, ugye a földművelés mezőgazdaság számára lehetővé tennék az ottani birtokokat, akkor kerültek igen nagy számba elő azok az ezüstérmek, amelyekről Érdi János, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze számol be az archeológiai közleményekben. Ő azonban csak pár érmet tud megtekinteni, a nagy részét elviszik a kereskedők, és hát természetesen külföldre vándorol. 1800-as évek második felében a helyi gimnáziumi gyűjtemény igen nagy számú érmekkel és egyéb leletekkel gyarapodik, azonban a legritkább esetben jegyzik fel sajnos ezeknek a lelőhelyét. Ezek közé tartoztak többek között a vasútállomás környéke, a fizaki érmek, illetve árpádházi érmek kerültek elő, illetve Szent Király Récsei Viktor is itt működött, aki több ilyen leletet jegyzett le, illetve közölt archeológiai értesítőben. A helyi sajtó viszont egy rendkívül fontos forrása a kötetnek, ugyanis ebben számos olyan lelet, illetve megfigyelés található, többek között egy erszény lelet, amely az 1890-es években került elő az Esztergom határába, ami 124 darab nyugati érmekből állt. Ez németi közölte ezeket, és egy jelszényletről volt szó, egy elesett katonának a lába mellett került elő, valószínűleg ő vagyona volt. Ez nem egyedüli eset, később is megfigyelhető ez többek között esztergomi zárdépítésnél, a 15 darab ilyen éremből álló jelszényletet jött elő, valamint Esztergom Szent Királyon lázás alóta tárt fel egy ilyen temetőt, aminek egyik sírjába volt egy tucatnyi 16. századi dénár. Ezeket általában a kutatás etnikumhoz próbálta kapcsolni, tehát ilyen szertemetkezési szokásként meghatározni. Valójában ezek mindig azok a vagyonkák voltak, amiket ugye az illetők magukkal hordtak. Különféle okok miatt hunytak el, hogyha járványos megbetegedés következtében, akkor ugye nem rámolták ki, tehát nem rabolták ki a csontvázat, igyekeztek minél gyorsabban eltemetni, és hát így ragadtak benne gyakorlatilag ezek az éremleletek. Igen komoly kutatásokat folytatott a területen az esztergomi, 1890-es évektől kezdve az esztergomi múzeum, illetve egylet, több helyen Szentkirályon, vasútállomásnál. Itt például a vasútállomásnál Brenner Ferenc végzett kutatásokat, aki egy ásatást finanszírozott. Ugye Brenner Ferencről annyit érdemes tudni, hogy ő a takarékpénztárnak volt itt a vezetője, és egy igen jelentős gyűjteményt hozott létre, ami több tízezer darabból állt, nagyobb részt esztergomi leletekből. Ezt 1926-ban adták el. Tegnap futottam éppen egy levélbe, sajnos itt nem szerepel, Balogh Albin írta Alföldi Andrásnak, hogy jó lenne ezt megvásároltatni az önkormányzattal. Hát sajnos az önkormányzat 1926-ban nem vette meg, úgyhogy szétszóródott. A gyűjtemény jelentőségét mutatja, hogy igen nagy számú aranyérem volt benne, római, Solidus Aureus. Sajnos jegyzék sem maradt fenn róla. Úgyhogy megsemmisült így a kutatás számára, ami előfordul sajnos igen gyakran. Viszont a 1920-as évektől kezdve több ásatást folytattak Esztergom határába Kovácsin, és ekkor került ebből többek között Volánka, illetve Balogh Albin ásatása során az alá látható sír melléklete, nagyon szép ezüst ékszerekkel, 11. századi Lengyelország, illetve kelet felé mutató leletekkel, illetve hát egy András dénárral a sír, amelyet aztán Zolnai László közölt. A 20-as években több helyen folytak építkezések, mint már utaltam, 1926-ban történt a nagy csatornaépítés, amikor feltúrták az egész várost és kilakították a gerincvezetéket. A sajtó gyakorlatilag tele van azokkal a megfigyelésekkel, amiket ekkor tettek, illetve hát a Balogh Albin féle jelentésekben igen gyakran tér ki azokról, amiket ekkor találtak. És ezzel kapcsolatban kell megemlíteni egy leletet, amit én itt említettem ebbe a kötetbe. Ez Szepesi Géza közölte,
Ez egy 11 ezer darabból álló, 16. századi, 17. századi érmekből álló lelet volt, lehetett, amit Szepes egy információ alapján a biblioteka, tehát a Félegyházmegyék könyvtártól a Kisdunapartra felé vezető Liszt Ferenc utcából származtatott, és szerinte ez akkor került elő, amikor a csatornát akkor építették. Na most erre a helyi sajtóban egyáltalán nincs adat. Tehát valószínűleg ő egy akkor előkerült fizaki érmlettel keverte össze, vagy rossz információt kapott, hiszen valaki akkor talált 11 ezer érmet, és az bekerül a múzeumba, akkor ebből valami hihetetlenül nagy hír csaptak volna. Úgyhogy ez egy kérdéses lehet, én itt kérdőjellel szerepeltettem a kötetbe. Szepesivel kapcsolatban sokszor hangsúlyozták már a kutatásban, hogy eléggé kérdésesek az adatai, azonban mivel ez egy múzeumba került érdemlet, illetve hát szerepel több helyen, ezért felvettem, tehát még hogyha kérdőjellel is. Ugye a 20-as évektől kezdve folyó munkálatok során sorra kerültek elő az érdemletek, temetkezések, és ezek közé tartoztak. Tehát ezek közé tartoztak például az 1950-es években a vasútállomásnál folyó építkezés során előkerült templom körül temető és templomnak a leletei is. Azért érdemes tudni, mert 3 évvel ezelőtt Ari Edit vezetésével ennek a templomnak a ismételt kutatása történt meg, és számos fontos sírt, leletet találtak a kutatások során, köztük érmeket, és sajnos ezeket még a feldolgozatlanság miatt nem tudtam felvenni a kötetbe. Mindenesetre az Olnai féle ásatásnak az eredményei szerepelnek, és ekkor előkült leletek. A 50-es évektől kezdve szerveződő Esztergomi Múzeum, Balassi Bálint Múzeum, régészei Zolnai László, Horváth István, Hákelemen Márta, Lázár Sarolta, illetve más nemzeti múzeumi régészek, Lovag Zsuzsa számos területén folytattak kutatásokat az esztergomi városnak, így az esztergomi szigeten egy apácakolostort tártak fel, amelynek igen jelentős numizmatikai emlékanyaga volt, köztük egy sírból származó bizánci 12. századi aranyérem is, illetve ami különösen jelentős, és ebből a későbbiekben is lesz még szó, az esztergom bánumi dűlőbe feltárt későrómai 4.-5. századi temető, amelynek sírjainak egy részébe igen nagy számú 4. századi kisbronz került elő. Ez hasonló korszakú temető volt, mint amilyet a 19. század első felében bolygattak meg a Várhegynél, és jelzi Esztergom jelentőségét az 5. század első felében. Tehát a ásatások gyakorlatilag, mint a Esztergom vasútállomás is jelzik, a mai napig kerülnek elő ezek az érmek, éremleletek, sőt, még lehet, hogy holnap valaki kimegy egy kicsit rotálni, bár nem hiszem, hogy ilyen időben nekiugrana traktorozni, tehát, de előfordulhat, hogy holnap kimegy, ás a telkén egy emésztőgödröt, és akkor zsupsz, bele bukik egy gyakorlatilag egy Tarlé leletbe, vagy egy Árpádházi leletbe. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez esetben értesíteni fogja a múzeumot, mivel lehet, hogy a múzeumban sok ilyen érem van, de a múzeum számára az a lényeg, hogy ismerjük a lelőhelyet és a lelet összetételt. Tehát, ha még egyetlen egy darab is előkér, az egyetlen darab is igen fontos információkat hordozhat egyrészt a numizmatikai kutatás számára, másrészt pedig ugye a régészeti kutatás számára is, hiszen lehet, hogy az a verőtőfajta vagy veretfajta korábban ismeretlen volt, olyan szigla szerepel rajta, vagy olyan sajátos típust képvisel, illetve azt se tartjuk kizártnak, hogy az a előfordulása annak az éremnek teljesen unikális ezen a területen, itt elég csak a bizánci érmekre utalnunk, mondjuk egy 8. századi bizánci foliszt, vagy egy arany, tehát egy részpénz, vagy egy aranyérem előfordul, ami rendkívül ritka a Kárpát-medencében, igen fontos információkat kínálhat számunkra. Itt elég utalnunk egy Pozsony határába előkerült avar temetkezésre, amiben egy Nagy Károly ezüstérem volt. Korábban ugye avarokat Nagy Károly hadjárata, hát avar birodalmat Nagy Károly hadjárata dönti meg, ugye avaroknak ezzel a hadjárat után, illetve a Krumféle bolgár támadással lesz vége. Csak eddig nem volt egyetlen egy éremről se tudomásunk, ami Nagy Károly. Hát Ausztriából volt, Burgerlandból, meg Alsó-Ausztriából, és az ásatás során előkerült egy női sírból egy Nagy Károly dénár, nyakláncon viselve, az első ilyen érem meg lehet határozni, csak a kutatás pehje, hogy nem egy
férfi temetkezésbe, amiben meghatározott övgarnitúra van, került el a mennyi nőiből. Mert akkor tudnánk ez alapján, az érem alapján datálni felfelé ezeket az övereteket. Mindenesetre térjünk most át a különféle éremtípusokra. Utaltam már Rommel Florisra, akinek a noteszébe itt egy nagyon szép szivárvány tálacska, egy bolypénz van, egy aranypénz van, lejegyezve, ami Esztergomban december 24-én látott, és valószínűleg itt került elő, ugyanis itt jegyezte le azokat a különféle feliratos téglákat, leleteket, amelyeket akkor kézbe vett, megtekintett. Ugye utaltam a Bánomi temetőre, ennek az egyik sírjába láthatóak az érmek, illetve hát a igen gazdag 4. századi mellék. Bizánci érmeknél, tehát milyen forrásaink vannak? Hát ez egy pecsét lenyomat, Esztergomból küldték be, egy 14. századi bizánci aranyéremnek a elő- és hátlapja látható. Igen érdekes, hogy ebbe a korszakba, tehát Szent István uralkodása után nagy számban jelennek meg az aranyérmek a Kárpát-medencébe, Bizáncból. Ugye ekkor jön gyakorlatilag a koronának az alsó része, és valószínűleg akkor kerül a Magyar Királyság területére. Tehát egyfajta politikai, gazdasági kapcsolatokról beszélhetünk ebbe az időszakban. És most itt láthatóak a kelta érmek. Hát ezeknél azért jóval több kelta érem kerülhetett elő a Esztergom város területén. Sajnos ezekre vannak adataink, illetve itt szerepelnek még a görög érmek. Ezek a dorogi gyűjteménybe kerülnek, Krisztus előtti 3. századi, 4. századi Nagy Sándor, Ptolemaiosz feretek. Szepesi Géza gyűjtötte őket össze erről a területről, valószínűleg itt kerültek elő, bár kérdéses. A kelta érmeknél van egy kelta éremleletünk, ami több mint 120 darabból állt, kaposvölgyi ezüstpénzekből állt, kis és nagy ezüstökből. Ezt a Magyar Nemzeti Múzeumnak akarták eladni, valószínűleg erről a területről származik. A Nemzeti Múzeum 3 vagy 5 darabot vásárolt meg. Ugyancsak ilyen kaposvölgyi ezüst, bár kicsit rontott példányok, azok, amelyek a dobogók területéről kerültek elő. Ez egy több mint 30 darabból álló éremlet volt, sajnos csak 5-ről sikerült fényképet, tehát 5-öt sikerült megtekinteni, és ezekről sikerült fényképet csinálni. Illetve hát ez a szamárhegyi kis apróság, ez egy nagyon érdekes, részben egy unikális darab, sajátos jelenetet ábrázol, ugyanis itt látható ugye a két nap, meg a hold ábrázolása, tehát ez egy eddig még ismeretlen fajta, ismeretlen változat, ami úgy is mondhatnánk, hogy innen Esztergomból került eddig csak elő. Hát ez már a római kor, lehet látni, hogy kicsit megszaporodnak a lelőhelyek a város területén. Ezeknek egy része a sírokból származik, a másik pedig különféle építkezéseknél előbukkant szorványleletekből. Itt külön ki kell emelni a Bánomi dűlőbe előkerült temetőből származó leleteket, itt a Kossuth Lajos utcánál feltárt késő-római temetőt. Korocsászárkori pénzek közül, illetve köztársaságkori pénzek közül néhány darab ismert a esztergomi Várhegyről, ami azért érdekes, mivel a Várhegyen igen komoly kelta leletanyag, tehát késő vaskori leletanyag fordul elő, kerámia, ami azt mutatja, hogy a Krisztus előtti első században a Várhegyet lakták, egyfajta centrumként működhetett. A középső császárkor, vagy koracsászárkorból már néhány leletről van csak tudomásunk. Ami sajátos például, hogy innen nem ismerünk eddig még a markomán szarmata háborúk idejébe keltezhető éremkincset, ami azért is érdekes, mivel igen komoly, tehát első század végétől kezdve római katonai alakulat állomásozott itt, ugye a város nevét egy kelta törzsfő lányáról kapta, Szolvának hívták a leányzót, és a feliratokról, illetve hát a különféle adatokból elég jól nyomon követhető a területnek a története. A jelentőségét azonban a késő császárkorban éppen ezek a temetők adja, a Bánomi dűlői temető és a
Kossuth Lajos utca, az itt előkerült érmeket, azonban a római szokásnak megfelelően ezek a érmek kisbronzok, tehát ezüstök nem fordulnak elő. Római temetkezésekben azonban tudniuk kell, hogy ezüstérmet igen ritkán helyeztek, elsősorban bronzokat, tehát a korocsászárkorban is a asokat, illetve a dupondiuszokat helyezték. Ami unikálisnak számít, az például az aranyaknak a megjelenése, ez is elsősorban az 5. századra tehető a Pannonia területen, a Barbarikumban a 3. századtól megjelennek ékszerként és halotti obolusként is. A Bánomi temető, illetve hát a Kossuth Lajos utcai temetőnek egyes sírját lehet látni. Hát valamelyik sírba két érmet helyeztek, valamelyikbe egy egész bőrzényit, erszényit, úgyhogy még a koracsászárkorban elsősorban egy-egy érmet helyeztek csak a sírba, itt már azért megfigyelhető az, hogy sokszor 30-40 darabot is belehelyeznek. Ezeknek a éremváltozataik is elsősorban a nyugati provinciák, tehát a római érmeknél a nyugati provinciákból származnak. A római korral, tehát van egy hiátusunk, ugyan az avarkorból ismerünk számos bizánci érmet, éremleletet, azonban Esztergomból még nem került elő, vagy ismeretlenek ezek az érmek, ugyan avar leletünk több is van, Szentkirályról is, illetve a város Szamár egyfelé vezető részéről is van két sírunk. Tátról vannak bizánci, például Tátról van bizánci aranyunk, ami avarkori, Esztergomból ez még ismeretlen volt. Tehát a legkorábbi érem e korszakból már a magyar honfoglalás korából származik, a már említett Bazileosz érem, bizánci császárnak az érme, ez egy follis, nem Bazileosz, bocsánat, Leónnak az érme, aki Leon Bazileosz, tehát uralkodóként szerepel, őneki a follisza került itt elő. Igen, gyakori ez a típus, azonban a Kárpát-medencében 22 lelőhelyről ismerünk ilyen érmeket, illetve egy anonim egyes típusú follisról van még adatunk, ami a Duna partján került elő, és számos más lelettel együtt az esztergomi káptalan küldött a Nemzeti Múzeumban, ez megtalálható. Majd pedig a már említett 12. századi arany pénzről van adatunk, ami az esztergomi zárdának a feltárása során került elő egy sírból, illetve hát itt látható még egy igen szép 14. századi arany, bizánci aranypénz, amely a Rókadomnál került elő. És szerencsére ez is bemutatásra került, úgyhogy sikerült volna a fényképet csinálni. A középkor megint egy sajátos képet mutat. Ilyen Bizáncot azt külön vettük, pedig részben ez is a középkorhoz tartozik a kötetben. Hát egy igen fontos központja a középkori leleteknek Esztergom Szentkirály, de hát maga a város területe is. Hát az ilyen hatágú csillaggal jelzett pontok, ezek a kincsleletek, amelyekből lehet látni, hogy számos került elő a város területén. Emellett sírokból is igen nagy számban állnak rendelkezésünkre sírmellékletként érmek. Itt többek között a vasútállomáson előkült Kovácsi temetőből Szent István dénárával ellátott sír került elő. Itt hát 4 vagy 5 sírba volt Szent István, illetve utódainak az érme, tehát a 11. századi érem. Valamivel később indul az esztergomi apácazárda. A szigeten található apácazárdának a temetője, ugyanis itt a legkorábbi érmek azonban már a 11. század második feléből származnak. Hát ezeket a temetőket valószínűleg a tatárjárásig, illetve hát azután is használták. A snittet azt a török uralom jelenti, tehát a 16. században lesz vége ezeknek a településeknek. És az említett Érdi által összegyűjtött szentkirályi leletből pár éremnek a rajza.
Hát sajnos ennyit sikerült csak típusban megtalálnia, meglátnia, illetve a Récsét gyűjtött még Szent Király ásatási során ugye frizaki érmeket össze, valamint különféle ékszereket a feltárások során. Úgyhogy ezeknek a rajzai állnak a rendelkezésünkre ezekről a leletekről. Sajnos a múzeumokban egy-két darab került, hát sajtóból elég jól ismerjük, amikor egy ilyen nagy lelet előkerült, akkor vitték mint a cukrot. Ez például Lusinnak, a frizaki dénárok kiváló ismerőjének és feldolgozójának a publikációban látható. Ez 1911-ben jelentetett meg egy cikket a úgynevezett Graner Fundról, tehát esztergomi leletről, ami 5 helyre került körülbelül. Tehát került belőle Berlinbe, Bécsbe, magángyűjteményben, Nemzeti Múzeum is szerzett belőle, az Esztergomi Múzeum is. Hát, szóval meg valószínűleg még a British Múzeumban is jutottak, Franciaországba. Hát egy több ezer darabból álló éremleletről van szó, ami magyar dénárok is voltak, de a legnagyobb részét ezek a frizaki érmek tették ki. Ezek osztrák pénzek voltak, ausztriai pénzek, különféle püspökök, hercegek által veretettek, és igen nagy népszerűségnek örventek ugye a 12.-13. században, és egyfajta horizontot is jelent egy részük. A tatárjárásnál ugyanis elég sokat ezekből elrejtettek, és hát nem gyűjtöttek többé össze. Hát ez a, valószínűleg ez a Graner Fund, ez valószínűleg valamivel korábbi volt, tehát még a 12. században került elrejtésbe, csak hát ez is olyan, hogy ennek egy részét ismerjük csak, hiszen nem a teljes lelet áll a rendelkezésünkre, hanem ennek csak egy körülbelül egy fele, kétharmada, amit feldolgoztak. Ami viszont igen nagy kérdés, tehát ezt a képet árnyalhatja, hogyha egyetlen egy olyan érem is belecsúszik, ami jóval későbbi. Tehát ezért jók az zárt leletek, meg ezért szeretik a numizmatikusok, meg a régészek annyira, a történészek is az zárt leleteket, mert ott megvan A-tól Z-ig minden, és be lehet lőni. De sok esetben ugye egy-két darab megváltoztathatja a képet arra az éremletről, tehát mit tudom én egy második századi éremletről majd, amiről Vida István fog beszélni, ott például nem mindegy, hogy egy Faustinát mikor vernek egy Faustina dénárt. Tehát lehet benne egy 20 év különbség is. Tehát kinek, mikor, tehát hogy már a halál után verik, még életébe verik, tehát sok minden, vagy egy Antonius Pius érmet, hogy a halál után vernek, vagy még életébe, ez 20 éves kilengést jelenthet, és a datálásnál is egy ekkora eltérést. Mert hogyha csak annyi áll a rendelkezésünkről, hogy Antonius Pius, hát az elég széles körbe besorolható. Ami érdekes, hogy például késő középkori érmekből igen kevés ismert a város területéről, néhány darab mindössze. A koraújkort viszont elsősorban a 15 éves háborúnak az érmei és éremleleti képviselik, a már említett Tallérlelet Szamárhegyen, illetve az Erszénylelet, a sírlelet, ami itt került elő, ugye Szent Királyon, és amit később még szó lesz róla, valamint az Árdánál előkerült éremleletünk, ami szintén egy erszénylelet volt. Egy ilyen erszényleletet kint is a vitrinekben megtekinthetnek, egy összeégett csomóba kerültek ott elő az érmek, valószínűleg egy erszényben lehetett, és amikor a ház leégett, összeolvadtak a éremdarabok. A Szentkirályi sírnak lehet látni az érmeit, ugye 16. századi dénárokról van szó, nagyobb rész magyar királyoknak a veretei, és ezek kerültek elő a csontváznak a medence tájékán, tehát valószínűleg a ruhájában voltak ezek rejtve. Sajnos a értelmezés itt eléggé mellé ment, mert azt feltételezték, hogy ez egy szerb temető volt, és hát a szerveknél szokás, hogy így bedobnak egy csomó érmet a sírba, valójában nem szokás náluk, hanem itt egy másik értelmezésről van szó, tehát nem egy halotti obulus, halotti mellékletről van szó, hanem itt is, ami visszamaradt, azt tekinthetjük. Tehát a... És végül két érem a Tallérleletből, ugye egyik az egy Ferdinánd főhercegnek a verete, másik meg Ferdinánd királynak a érme, Tallérja. Úgyhogy hát ezekből volt 700, több mint 700 darab a leletben,
és hát ehhez tartoztak még ugye az egyéb mellékletek, tehát három gyűrű volt, gombok voltak, akkor hajtűdarabok voltak, tehát nagyon úgy néz ki, hogy aki ezt összegyűjtötte, az is szépen végig zabrált egy települést, vagy valami főurat, főúri családot, és azoktól gyűjtötte be, tehát ez urálta azt a vagyonát, ami aztán elrejtésre került a Szamárhegyen, és a 1970-es években találták meg. Ami érdekes még, hogy a 17. századból, tehát Esztergom felszabadulási utáni időszakból alig állnak rendelkezésükre információk, érmekről, éremleletekről, ahogyan a kuruc háborúból se ismertek. Ami érdekes abból a szempontból, hogy Bénybőr például került elő a 19. században egy igen nagy Rákóczi részpénzeiből álló éremlelet, viszont a Esztergom területéről gyakorlatilag tehát adatként nem állnak rendelkezésünkre olyan információk, hogy kerültek volna ilyen érmek elő. Valójában azonban találnak itt is poltúrákat, meg egyéb érmeket, csak hát ugye nagyobb részt nem jutottak a tudomásunkra. Tehát a kötetbe, akit érdekel, ezeket tudja elolvasni, illetve egyfajta betekintést tekintet az esztergomi kutatások történetébe és Esztergom történetébe, amelynek a fő gerincét és vázát ebben az esetben a numizmatikai emlékanyag adja. Köszönöm szépen a figyelmet!